A folytatásban kicsit kitekintünk Egerből, és távunk segítségével Bélapát falvára látogatunk, ahol teljes egészében felújítják az apátságot, az építkezés már megkezdődött. Most következő bejátszónkban ennek első ütemét fogjuk meglátni. Így van, hazánk egyetlen épségben maradt ciszterci apátságának rendkívüli hányattatott sorsa volt az építés során. A tatárok felégették, a török időkben teljesen elhanyagolták, a ciszterciek pedig elhagyták a kolostort. Most azonban teljes pompáját igyekeznek visszaállítani a szakemberek. Nagyon hányattatott sorsú volt ez az egész terület. Először a tatárok égették föl, aztán a kunok, akkor a török előtt még Perényi Péter felégette a kolostort. A török idő alatt teljesen lenullázódott ez a terület. A török idők után fák nőttek a templomban, és a templom újjáépítését erdődi püspök ideje alatt mi úgy gondoljuk, hogy Giovanni Battista Carlone építészével újította föl, ami nagyon érdekes, mert a boltozatok teljesen újak, tehát a barokkban épültek. Ez a Carlone olyan jó építész volt, hogy a gotikus boltozatokat meg tudta idézni. Egy egész kicsit, talán 20 centivel lett alacsonyabb az új boltozati rend. Itt a Ciszter apátsági templomot a helyi hívek is használják. Húsvétkor itt kezdjük a ünnepi szentmisével, és húsvéttől augusztus végéig minden második vasárnapon itt van a vasárnapi délelőtt 9:30-kor kezdődő ünnepi szentmise. Egyik héten itt van, másik héten lenne falusi templomba. És akkor már érdekelt a dolog, hogy a ciszter szerzetes rendnek alapvetően mi a lelkülete, milyen szempontból valósítják meg a keresztény életformát. A ciszter szerzetes rend, ez a bencés rendnek egy megújított formája. A bencések, úgy mint Pannonhalmán is látjuk, hogy egy hegy tetejére építették a kolostorukat. A ciszterek inkább a völgyekbe, és olyan területre, ahol forrásvizek vannak, és alapvetően ilyen mocsaras, műveletlen, használhatatlan területeket próbáltak ők termővé változtatni. Alapvetően lecsapolták a mocsarakat, vagy halastavakat alakítottak ki belőlük. Ez volt az ő fizikai munkájuk, de a szellemi munkájukra is nagyon igényesek voltak. Az apátsági templom a Csonka Magyarországnak az egyik legfontosabb épített műemléke. A Romanikában épült, a cisztereket behívta ide tulajdonképpen harmadik Béla, és hát második Kilit püspök, egri püspök a saját nemzetségi területén, a Bél nemzetség területén, itt Bél Háromkúton adott területet a cisztereknek. A ciszterek itt letelepedvén, ők soha nem voltak itt sok szám, nagy számban, mindig 4-5 szerzetes volt jelen, közülük is talán 1-2 volt, aki felszentelt pap volt, a többiek viszont segítő testvérek, fogadalmas szerzetesek, és ez abban a korban ugye nagy újdonság volt, hogy az egyházban nem csak a pappá szentelt klerikus emberek lehetnek egy közösség egyenrangú tagjai, hanem a segítő testvérek is. Érdekes, hogy nagyon sok helyen, jellemzően a nyugati bejárati főhomlokzat maradt meg a Romanikából, illetve a Romanikából, Gotikából, és a gádorfalak, tehát a kereszt alaprajzú, tehát a hosszház és a keresztháznak a felső falazatai, és a földszinti falak, a mellékhajóknak a földszinti falai tűntek el. Újjáépült a templom, akkor már a ciszterek nem jöttek vissza, ugye ők felvidékre menekültek a török elől, és az új rend szerint ezt az épületet végül is a
az egri püspökség kapta meg. Valami egészen fantasztikus, hogy ott, ahol a romanika és a gotika megmaradt, ott nagyon szépek a kváderkövek. Ez jellemzően a lábazati kövekre, az összes megmaradt támpillérekre és a nyugati falra, illetve hát a keleti szentélyfalra is érvényes. A szentély északi oldalánál nagyon sok másodlagosan beépített követ látunk az elbontott kolostorépületből. Tudjuk, hogy 150 évvel ezelőtt ide telepedett erre a területre, ahol állunk, illetve a régi kolostor épületére rá is épültek különböző épületei a nagymúltú bélapátfalvi kőedénygyárnak. Ez aztán mindenféle okok miatt ezt végül is lebontották. Egy épület maradt itt, ezt erdészháznak hívta mindenki. Ezt mi most megbővítettük előre-hátra, és egy tornácot is tettünk hozzá. Itt állunk a két kis épület közt. Igazából egy látogató központ lesz az az épület, ami eddig is az volt, csak egy tornáccal megtoldottuk, illetve hátrafelé egy akadálymentes vécével, előrefelé pedig az eddigi nagyszobát kiteljesítettük egy tárgyalóteremmé. De igazából a közepe a lényeg, itt lehet majd jegyet venni, itt lehet a turistának megpihenni. A két épület közt állunk egy udvaron, ez reménység szerint egy használható, rendezvényekre használható olyan udvar rész lesz, ahol még vetíteni is lehet majd a hátsó támfal felé. És a nagy fontosságú ez az épület, aminek a legfőbb része egy többcélú múzeumi tér, ami egybe van a padlástérrel a földszint, és itt reménység szerint olyan akusztika lesz, hogy zenei rendezvényeket is tudunk tartani. Azt lehet mondani, hogy igazából, ahogy eddig is ismertük, páratlan izgalmas régészeti múlttal rendelkezik az apátsági templom. Ugye 1232-ben kezdődik az építése, a Tatereres félbeszakítja, utána tovább folytatja egy másik műhely, és későbbiekben pedig már többször átépítik a barokk időszakra. Barokk időszakban folytatott helyreállítások kapcsán is találtunk érdekességeket. Hát most ebben a pillanatban a helyreállításhoz kapcsolódóan sikerült a mögöttem látható nyugati főkapuzat, illetve a tőle délre látható konverzusi kapuszárny előtti lépcsőépítmény alapozását feltárnunk. Ami az érdekessége ennek, hogy ugye az eddig látszódó barokk 18. századi lépcsők alatt megtaláltuk az Árpád-kori eredeti lépcsőfokokat, ebből három lépcsőfokot sikerült azonosítani. Ezek mind triász forrásvízi, pontosabban triász mészkőből épült alapozások voltak, jellegzetes Árpád-kori mészhabacssal kötve. Ez alapján igazából meg tudtuk határozni az eredeti járószintet is, úgyhogy ez is terve van véve, hogy esetleg az eredeti járószint helyreállítása kerül. A nyugati főkapu előtt, a homlokzat előtt állott egykoron egy előcsarnok. Az előcsarnok a padló szintjét is sikerült ez alapján itt most meghatároznunk, úgyhogy ez alapján derült ki végül is, hogy három darab lépcsőfokon keresztül jutottak a főkapuhoz a 13. században. Erdélyi ácsok dolgoznak, Székelyvarságról jöttek ácsok azon a tetőn. Nagyon szépen megfiatalították a régi barokk gerendákat. A négyezetet teljesen kicserélték. A négyezet volt a legrosszabb helyzetben. Ott a kereszt, tehát a négyezeti diagonál nagy gerendák, azok teljesen elkorhadtak. Azok és csak azok voltak fenyőből. A főszerkezetek, a nagy főállások azok mind tölgyből voltak. És minden más pótlás is fenyőből volt. Mi most tölggyel dolgozunk, és hát nagy acéltartókat, gyámolító acéltartókat fűzött be a statikus tervező tervei alapján a kivitelező, és a korábban a boltozatra ült tetőszerkezet súlyát így mentesítettük, és a boltozat így idézőjelben megúszta az idők során ezt a fa károsodást. Ha a legfőbb dolog megvalósul, a templom rekonstrukció, annak nagyon sok
csinya-binya van, farestaurátorok dolgoznak, kőrestaurátor az talán a legfontosabb. Hogyha ezek meglennének, akkor, és hogyha ez a két kicsi épület is megvalósul, akkor vissza szeretnénk állítani a nagyon szép természeti környezetet. Az önálló kolostorok vezetői, az apátok évente egyszer összegyűlnek és tanácskozást tartanak. Ezt generális káptalannak nevezték el. Mindegyik rendház, vagy kolostor, vagy monostor önálló életet élt, de évente egyszer egyeztették az alap gondolatokat, és törekedtek mindig az egységre, nem az egyformaságra, hanem az egységre. És így fogalmazott az a ciszter szerzetes, aki nekem ezt elmesélte, hogy gyakorlatilag Európa demokratikus alapjait már megélték a ciszterek, hogy mindegyik közösség önállóan a maga körülményei meg hagyományai szerint formálja az életét, de mégis alapvetően egy gondolat és egy vezérvonal szerint. Kertésztervezőinknek a utasításai alapján a kolostor udvarba egy kolostor növényzetet szeretnénk javasolni. Nem ebbe a fázisba, de reménykedünk abban, hogy egy következő építési periódusba rekonstruálhatjuk a Bél-3 kútból egy olyan kutat, a Bél-3 kútnak a későbbi folyományát a kolostor udvaron lévő valamikor volt kolostorkutat. Ez a kútház, ennek analógiák alapján a Lilienfeldi, a Zwettli és a Heiligenkreuzi kútházak analógiája alapján szeretnénk ezt megvalósítani. Itt a plébániánk hívei alkalmaként itt vesznek részt szentmisén. Nagyon kedvező és kedvelt hely ez az esküvők, egyházi templom esküvők megtartására. Az ország szinte minden területéről voltak már itt. Eskedtem dunántúliakat, meg szabolcsiakat is. Tehát sokan jönnek, mert nagyon ősi és szép templom ez. És természetesen, ha lehetőségük, ha visszajönnek, a gyerekeiket itt kereszteltetik meg, tehát ragaszkodnak ehhez az ősi helyhez. Ahogy mondják, ugye, hogy itt érezni, hogy átimádkozott falak között vagyunk. Én is magam is így tapasztalom, hogy itt nagyon könnyű imádkozni.